Jó estét kívánok a Szombathelyi Televízió nézőinek, hogyha hétfő és közgyűlést követő hétfő, akkor frakcióvita itt az STV-n. Ez most sincsen másképpen. Talán csak annyi meglepő, hogy én vezetem tőlem. Egy kicsit idegen talán ez a műfaj, de meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Remélem, hogy a segítségemre lesznek majd a képviselő ülök. Balassa Péter, a Jobbik Magyarország képviseletében. Jó estét kívánok! Illés Károly alpolgármester urat is köszöntöm a Fidesz-KDNP részéről. Jó estét kívánok! Ipkovics György urat, az Éjjelszombathely MSZP-DK együtt képviseletében. Ilyen hosszú nevű van, de... Molnár Miklós alpolgármester urat a Prószavária képviseletében. Jó estét kívánok! Hát uraim, március 13-án folytatódott a közgyűlés, ugye a február 28-ai. Ezen többek között sor került a polgármester úr által újra tárgyalásra visszaküldött 4 napi rendi pontban is, de hát sok más minden is megtörtént ezen a napon. Én egy értékelést kérnék itt pár szóban az elejéről, és hogyha már az ABC sorrendet követtem, akkor Balassa Pétert kérem, hogy egy pár gondolattal értékelje ezt a március 13-ai közgyűlést. Megadnám azt a lehetőséget, hogy Illés Károly alpolgármester úr kezdje, és ők voltak azok, akik a napirendet visszadobták és újra tárgyalásra hozták vissza a közgyűlés elé, úgyhogy szerintem kezdje elő, és arra tudunk majd akkor reflektálni. Szerintem így ez. Rendben. Köszönöm a lehetőséget, és akkor hadra vagyok megint azt az alkalmat, hogy Balassa Péter képviselőtársamnak minden jót kívánjak születésnapja alkalmával, hisz ma van születésnapja, és ezt itt töltettél körünkben, úgyhogy köszönöm még egyszer, sok boldogságot. És visszatérve a közgyűlésre, ugye egy folytatólagos közgyűlésen vettünk részt, ami hát nagyjából ott folytatódott, ahol az előző abban maradt. És hát hozzá kell tenni, hogy még mielőtt rátérnék egyes napirendi pontokra, hogy az ott folytatódott, ugyanazzal a politikai tisztogatással folytatódott, ahol az előzőt abba hagytuk. Hisz ugye most már köztudott, hogy a Szombathelyi Médiaközpont igazgatója leváltásra került a legutóbbi közgyűlésen, most már ugye végleg. Illetve több felügyelőbizottsági tag, illetve igazgatósági tag került leváltásra a közülés során. Mi továbbra is a városirányításán dolgozunk a Fidesz frakcióval, illetve polgármester úrral. Ennek megfelelően polgármester úr beterjesztett egy költségvetést. Ez a költségvetéshez azonban nagyon-nagyon sok módosító érkezett, ezért egyébként a költségvetés tárgyalása felfüggesztésre került. Hiszen ennyi módosító javaslatnak a bedolgozása, ez mindenképp egy komoly szakmai munka, ott van szakembereknek, ezen dolgozni kell. Polgármester úr által beterjesztett költségvetéssel kapcsolatban néhány szót. Én úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott, biztonságos költségvetés tervezet. A lényeg, hogy a város és intézményei stabilan tudjanak működni a jövőben is, úgy, ahogy ezt eddig tették. Alapvető felvetés volt a költségvetés tervezésekor, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takaró ér. És hogy a tervezett fejlesztések pedig meg tudjanak valósulni a jövőben. Innen indultunk, és mint hogy ilyen árveréssel lettem volna, itt a szocialista frakció tagjai egymásra rálicitálva jöttek különböző módosítókkal, amik az érdekessége az volt, hogy alapvetően azt el tudjuk fogadni, és egyet tudunk érteni azzal, hogy minél többet kötsünk útfejlesztésre. De arra még nem volt példa, hogy egy közgyűlés során körzetre lebontva felsoroljuk azokat az utcákat, utakat, hiszen ezeket mindig bizottsági körben szoktuk megvitatni, és egy fontossági sorrendet felállítani, tehát alapvetően ez volt az érdekes része az egésznek, hogy túllicitálták egymást képviselőtársaink. A költségvetés tervezettel kapcsolatban ugye egyértelműen látszik, hogy az adóbevétel növelésre került benn. Mi, ahogy mondtam, azt mondtuk, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takaró ér. Tehát ez az adóbevétel többlet, ez vagy teljesül, vagy nem, egy kicsit olyan, mint a lottó, de hát én úgy gondolom, hogy 80 ezer embernek nem biztos, hogy ezt a kockázatot viselnie kell, és hát részleteiben majd belemelve nem tudom, hogy most folytassam. Mindenképpen vagy... szeretnék külön a közgyűlés, vagy a költségvetésről egy külön kört tenni, hiszen azt gondolom, hogy egy fontos része volt a közgyűlésnek is, úgyhogy ha már ez a megszólítás ment, akkor... Akkor folytatom. Nem arra mondom, akár felszólíthat valakit a továbbadása az értékelés kapcsán, hogy ki az, aki következzen, de... Nyugodtan rábízom az eddigi költségvetésmestere, Molnár Miklós alpolgármester úr, és mi is őt kértük fel, hogy kardoskodjon és őrizze meg a költségvetés egységét. Szerintem jó meg fogja csinálni, ahogyan megcsinálta eddig is, de a napirend úgynevezett visszadobásának pontosan az egyik oka az volt, hogy felkértük
Molnár Miklós alpolgármester urat erre a tevékenységre. Önnek annyit mondanék, hogy meg fogja szokni ezt a feladatot, szerkesztő úr, mert bepótolva az eddigi mulasztását a mostani városvezetés, két hetente fogunk úgy tűnik városi közgyűléseket tartani. Tulajdonképpen ennyi a változás, hogy minden hónap utolsó csütörtöke, és ami nem tetszik polgármesterünknek, az meg minden hónap 15-e környékén lesz megtárgyalva. Semmi nagy világra szóló botrány nem volt most sem a költségvetésnél. Néhány prioritást kijelöltünk, amit persze képviselőink próbáltak tartalommal megtölteni. Legélénkebben és a legélesebben az útfelújítási probléma jött ebben a költségvetésben elő. Nem tűri el az utak állapota, hogy 4 évente vagy 5 évente kerüljenek kampányszerű megújításra, folyamatos karbantartást igényelnek, lassan közlekedésre alkalmatlan utaink lesznek. Egy rövid példát például az utak állapotáról, ugye egyik visszadobott útfelújítási probléma pont az enyém volt, amikor azt mondtam, hogy az egyébként viszonylag tűrhető Kárpáti-Kelemen utca felújítását vagy korszerűsítését előzze meg az egyébként teljesen járhatatlan Márton-Áron utca rekonstrukciója. Ugye az volt a felvetés, hogy a Kárpáti-Kelemen utcában gyors a forgalom. Hát, ha olyan állapotok lennének, mint a Márton-Áronban, akkor nagyon lassú forgalom lenne, mert éppen lehet döcögni a nyakigérő kátyukat kerülgetvén. De hát ezt, hogy miért kell kétszer megtárgyalni, vagy miért Szombathelye érdekével ellentétes a Márton-Áron utca felújításának a prioritása, ezt nem igazán indokolta meg polgármester úr. Tehát ilyen kérdéseken megy most a Tilitoli. Elvesztette a Fidesz a többségét, tegyük hozzá szerintem a saját politizálásának köszönhetően, és összeállt az az egység a városba, ami garancia a Fidesz leváltására. Én ezt tudom, hogy nagyon nehezen viseli a jelenleg úgynevezett kormánypárt, de hát azt hiszem ez a realitás, és ezzel kell számolni. Ahogy a tavaly októberi szombathelyi pótválasztás eredménye is azt már előrevetítette, a teljes ellenzéki egységnél nincs más megoldás, mint meghajolni és hagyni a többséget kormányozni. Ha a költségvetésnél maradunk, Molnár Miklós alpolgármesterhez fordulok, ha már meg lett szólítva Ipkovics György által is. Mi az, amit másként fognak esetleg behozni a következő közgyűlésre a költségvetést illetően? Szerintem ez a műsor nem alkalmas arra, hogy ezt részletesen kifejtsük, hiszen egy költségvetésről nem lehet 3-4-5 percben beszélni, az egy sokkal komplexebb történet. Amit polgármester úr előadott a költségvetés tárgyalásakor, az egy nonsens volt szerintem. Nagyjából úgy nézett ki a történet, mintha valaki egy idegen nyelvet nem beszél, és azon olvas. Tehát elolvasni el tudta, csak láthatóan nem értette, hogy mit mond. Fogalmi problémái voltak a költségvetés bemutatásakor, az nyilván teljesen érthető módon, hiszen ha valaki soha nem foglalkozott ezzel, és soha nem vett részt részleteiben az előkészítésében, akkor hirtelen ez hogy tudná megtenni. Szerintem nem kéne úgy csinálni, mintha most hirtelen megvilágosodás történt volna, és képességeket szerzett volna valaki arra, hogy ezt most művelje. Szerintem nem azzal volt a probléma, amit elmondott, hanem ahogy mondta. Tehát még egyszer mondom, az sütött ki belőle, hogy nem érti azt, hogy pontosan mit mond, nem érti, hogy mi van a számok mögött. Olyan frajdi elszólások voltak a történetben, hogy a 200 millió helyett 200 milliárdot mondott, a 0,2 milliárd helyett pedig 2 milliárdot mondott, tehát nyilván egy tizedes vesző az azért nem mindegy, hogy van vagy nincs. Tartalmi problémák is voltak a megfogalmazásokban, tehát nyilván nehéz felhalmozásokról, kiadásokról beszélni, hogyha valaki nem tudja, hogy mit jelent az, hogy felhalmozási kiadás, de ezekben nem mennék bele. Ugye a leglényegesebb különbség a költségvetésben a két változat között, nevezzük két változatnak, hogy az egyikben egy 500 millióval több
500 millió forinttal több útfelújítást tartalmazó tétel van, és nyilván megtörténik ennek az előteremtése a költségvetésben. Ezen kívül összességében még szintén van egy másik 400 milliós történet, aminek szintén a kiadási oldalon megjelenik, és akkor kiadási oldalon megjelenik, akkor nyilván ennek a fedezetét meg kell teremteni, mert az való igaz, hogy a polgármester úr által benyújtott költségvetés az összességében nulla volt. Ugye mindig el szoktam mondani, hogy ezt azért nem érdemes összehasonlítani egyébként a költségvetéseket, mert adott egységnyi pénzt mindenki máshogy költene el. Tehát, hogyha valaki kapna 10 milliárd forintot, hogy költse el, azt Balassa Péter, Lipkovics György, Illés Károly és máshogy költené el. Tehát azon vitatkozni most, hogy melyik a jobb és melyik a rosszabb, az önmagában szerintem nem teljesen jó. Van egy költségvetés, ez ugyanúgy nullszaldós lesz, ugyanúgy nem lesz benne hiány. 8 éven keresztül készítettem költségvetést, szerintem ez volt az a terület, amire mindig azt a közgyűlési reakciót kaptam még az ellenzéktől is, hogy egyébként a pénzügyek azok rendben vannak, tehát hirtelen kitalálni azt, hogy ez most nem jó úgy, ahogy eddig történt. Közben meg azt mondjuk, hogy bázisszemlélet és mindent ráépítek a bázisra, és akkor csak egy megjegyzés, itt ezt elmondtam a közgyűlésben is, hogy ugye tavaly indultunk, ha már bázisszemléletről beszélünk, akkor azt is el kellett mondani, hogy 600 millió mínuszról indultunk tavaly, tehát a tavaly előtt sikerült egy olyan költekezést csinálni év végére, hogy közel 600 millióval túlléptük a bevételeket kiadási oldalon. Ezzel ugye egy évben nincs önmagában probléma, mert a következő évi költségvetésben ez vissza tudom korrigálni, nulla, de 600-al indultunk, közel 600-al indultunk mínuszba, és 500 millió plusz csináltunk. Ez azt jelenti, hogy 1 milliárdnyi plusz képződött valójában tavaly. Tehát a bázisszemlélettel készítem a költségvetést, és mindenre ugyanannyit költenék, mint előző évben, akkor idén is, és ugyanannyi bevételem van, mint tavaly, akkor idén is képződik 1 milliárd többlet. Tehát 1 milliárd meg 1 milliárd, közel 2 milliárd forintnyi forrás állt polgármester úr rendelkezésére, amelyet úgy költött el, hogy útfelújításra mindösszesen 500 millió forint maradt. Szerintem ez a jelenlegi helyzetben megengedhetetlen, és a fő prioritás az, hogy az utakra, járdákra költsünk többet. Az egy más kérdés, hogy ezt milyen ütemben tudjuk elkölteni, hogy mikor lesznek ehhez tervek, engedélyes tervek készen, minden egyes utcára, van ennyi készen, ilyen sorrendben akarja a közgyűlés, mint amit eddig elhatározott, vagy más sorrendben. Egyébként, ha jövőre is ennyit költünk rá, akkor meg nem baj, ha készülnek tervek, mert akkor azokat jövőre majd meg tudjuk valósítani. Én azt gondolom, hogy nem csak beszélni kell róla, hanem ki kell mondani egyszer és mindenkorra végleg, hogy Szombathelynek ma a legnagyobb problémája az út, járda, hidak állapota. Tehát ha ez ne csak szövegben legyen prioritás, hanem legyen prioritás egy költségvetésben, a beterjesztett költségvetésben ez egyértelműen nem volt prioritás. Balassa Péter. Köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy átadtam a kezdeményezést Illés Károlynak, a polgármesternek, hogy elszólni a magát a politikai leszámolással kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy először a politikai kultúra elkölcsi minimumát kellene visszahozni a közgyűlésbe, és itt kezdődik minden, és itt is fejeződik be véleményem szerint. És ha egy javaslatom lehetne, akkor mondjuk egy szombathelyi vitában egy költségvetés, akár egy óra műsort is szerintem nyugodtan a képviselőknek meg lehetne engedni, mert az egyik legérdekesebb is a legjobb része mondjuk a politizálásnak, amikor a költségvetésről tárgyalhatunk, és akár a lakosságot is be lehet vonni, és mondják el a véleményeket, hogy ők mire költenének el több pénzt. De itt az előttem szólókhoz kapcsolódóan én is elmondanám ugyanazt, amit akár Molnár alpolgármester elmondott, vagy Ipkovics György, de Illés Károly is ebben egyetért, hogy Szombathelyen az utak állapota, de akár a közlekedési koncepcióval kapcsolatosan is óriási hiányosságok vannak, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy 9 éve ők vezetik ezt a várost. De rátérve a költségvetésre, nem nagyon látom a hírekben, és nem nagyon olvastam akár még a helyi médiumokban sem, hogy például egy olyan szociális csomagot sikerült összeállítatni, amit még a fideszes képviselők is megszavaztak, egy zöld gombot nyomtak, ami azt jelenti, hogy akár kafetéria juttatás, a bérlakások felújítására több pénzt tudunk fordítani. Az átmeneti segély összegét 42.750 forintról akár a duplájára tudjuk emelni, a hivatalban dolgozóknak a béremelésével tudunk foglalkozni. És megmondom őszintén, ami nekem a legnagyobb problémám, hogy semmi más nem hallani a kormánypárti, országos kormánypárti képviselőktől, hogy mindenféle jelzővel illetik a városi képviselőket, holott szerintem azzal kellene foglalkozni, hogy miért dobják vissza a napirendeket, miért blokkolják és miért gátolják az ellenzéki, vagy most többségben lévő képviselőknek a javaslatait, ami Szombathely érdekében van. Tehát a Szombathely és a lakosság érdekében vannak javaslatok, akkor polgármesternek nem
politikai bóckodásba és politikai időhúzásba kellene belemennie, hanem tényszerűen beleállni egy költségvetésbe, vitassuk meg, akár itt a tévé nyilvánosság előtt, és mindenki mondja el az érveit. Pro-kontra mondja el, hogy neki mi az elsődleges, mi a prioritás, nekünk meg lehet esetlegesen más a prioritás. Én is azt gondolom, hogy ami az útfelújításra előzetesen betervezett a polgármester és beterjesztett költségvetésben, ő ezt számokkal alátámasztotta, az az összeg kevés. Mi úgy gondoljuk, hogy többet kellene a szociális csomagra, és mind-mind olyan javaslatok voltak, ami érdekes módon a fideszes képviselőktől is fogadókészségre talált. Tehát azt gondolom, hogy és zárva ezt a rövid előzetest, mert tényleg azt gondolom, hogy egy órás műsort lehetne ezzel kapcsolatosan lefolytatni, hogy a költségvetésről, tényekről kellene tárgyalni, és arról, hogy Szombathely városának a működőképességét, a költségvetését hogyan tudjuk biztosítani. És nem azzal kell foglalkozni, hogy visszadobjuk a napirendeket, és kitalálunk mindenféle politikai kommunikációt. Hát ha már költségvetés, meg útfelújítás, akkor azért ez a közlekedési koncepció, és ha már Valassa Péternél van a szó, akkor azt gondolom, hogy talán egy mondatot érdemel, hogy ezzel kapcsolatban mire kell gondolnunk, mi is az a közlekedési koncepció, ami esetleg érinteni a várost. Hát sokkal többet kellene, mint egy mondat. 2010 óta, mióta dr. Puskás Tivadar vezeti a városunkat, hát talán 25-ször javasoltam a közlekedési koncepció elkészítését, de a szombathelyi közlekedéssel kapcsolatosan hozzunk létre most a javaslatom szerint egy közlekedési osztályt a hivatalban, egy független közlekedési szakembernek a felvételést kezdeményeztük, mert ha meglátjuk, és Hende Csaba országgyűlési képviselőnek a Vasnépés nyilatkozatában olvastam, hogy hát 5000 autóval több lett, hát ezt nem most kellett volna feltalálni, mert az évek alatt már látható volt, hogy reggel, délben és a délutáni csúcsidőszakban Szombathelyen nem lehet közlekedni. Voltak beígért útfejlesztések, vannak olyan belterületi útjaink, vagy akár az útjainkkal kapcsolatosan már rég egy olyan koncepciót ki kellett volna alakítani, aminek már működnie kellett volna, ami az utak felújításában hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy a szombathelyi autósok a közlekedés szempontjából könnyebben és biztonságosabban közlekedjenek, de akkor még nem is mondom a közösségi közlekedés, hogy a buszaink milyen állapotban vannak, tehát úgy gondolom ez is megérne lehet egy egyórás műsort és nem egy mondatot. Hát én úgy látom, és tudom, hogy Molnár Miklós alpolgármester is egyetért velük, mert valamikor évekkel korábban felmerült az elektromos közlekedés, ha más nem kísérleti jelleggel, vagy fejlesztési jelleggel történő bevezetése, hát vegyük tudomásra, hogy büdös lett a városunk. Ennek részben a korszerűtlen közlekedés, részben a közlekedés szervezés, részben a fűtés az okai. Ezeket végig kellene gondolnunk, hisz a felnövekvő nemzedéknek ez egy nagy tehertétel lesz. Az a város, amely valamikor az alföldi családok célpontja volt olyan gyerekeknél, ahol légzési nehézségek mutatkoztak, kvázi itt az Alpok alján próbáltak, ez most rendszeresen a szennyezett levegőjű városok élvonalában van, hogyha valaki hallgatja a rádiót, akkor rendszeresen hallgathat ilyen dolgokat. Tehát óriási feladatok vannak, nem is beszélve arról, hogy sok ember szerint egy kicsit szemetesek vagyunk, egy kicsit koszosak vagyunk, egy kicsit ezek is vagyunk, azok is vagyunk, meg még büdösek is, szóval van nekünk itt gondunk elég, ez közlekedési problémák megoldását feltételezi, energetikai oldalon is bele kell nyúlni, ha más nem, valami ösztönzőt ki kell találni, hogy az emberek a tisztább tüzelés felé térjenek át, mert így télen, ősszel, a ködös időszakban rendkívül rossz a város levegője, ezt bárki tapasztalhatja, és nem biztos, hogy ez az állandó körforgalmas kereszteződés megoldás beváltotta hozzá fűző reményeket. Időnként közlekedhetetlen a város, tehát nem lehet benne közlekedni. Mondjuk olyan reggel 7 és 9 között, meg olyan délután 3 és 5 között, ha valaki kimegy valahol a belváros környékén, láthatja, hogy vannak megoldásra váró gondjaink. Neki kéne állni, azt csinálni kéne, nem durcázni kéne, meg visszadobogatni kéne egyébként azt, amit később elfogadunk, hanem végig gondolni ezeket a több cikluson átívelő problémákat. Mert a közlekedési rendszerünket nem lehet megoldani 4 év alatt. Azt közösen kell elfogadnunk egy hosszú távú stratégiát, és lehajtott fejjel, konokul menni kell amellett, különben élhetetlenné válik a városunk. Ez az igazság. Én ahelyett, hogy most ilyen szivárvány, meg bevándorlás, meg ilyen süketségeket vagdosnánk egymás fejéhez, le kellene ülni ilyen kérdéseket végig gondolni, és ez a megfelelő időpont, amikor választások előtt állunk.
hogy egy konszenzust stratégiai kérdésekben ki tudjunk alakítani. Én megkísérelném, hogyha a polgármesternek lennék, lelke rajta, hogy ő mit csinál. Illés Károly. Köszönöm. Most mégsem sorba mentünk, igen. Hát én köszönöm a felvetéseket, főleg itt a közlekedéssel kapcsolatban. Ugye hallottuk, hogy a költségvetés tárgyalásokor felsorolásra került licitszerűen számtalan utca és járda és egyebek, hogy mi az, amit a városban fel kell újítani. Való igaz, ez így van. Hangsúlyoznám, hogy soha egy ciklusban ennyi útfelújítás nem történt, mint amennyi ebben az elmúlt 4,5 évben. Való igaz, kevés a látszata, hisz tényleg tönkre vannak az útjaink, és sokkal többet kellene rátölteni. Ezért is értünk egyet azzal egyébként, hogy meg kell emelni az utakra költhető pénzt, csak azt mondtuk, hogy annyit költsünk, ameddig a takaró ér, tehát ne költekezzünk túl. És hát itt a hosszú távú fejlesztési stratégiákkal, illetve a közlekedési stratégiával kapcsolatban két dolog, tehát amellett, hogy hallgattunk egy licitet, emellett egyébként az átmeneti szocialista többség az leszavazta Szombathely közép- és hosszú távú útfejlesztési programját, tehát még csak napirendre sem tudtuk venni. Hát ennyire látni, hogy mennyire volt fontos a ténylegesen a koncepció és a hosszú távú elképzelések. Közösen alkotottak, valószínűleg szavaztak. Én végighallgattam képviselőtársam. Én csak az hozzám közben. És ehhez kapcsolódom, hogy egy hosszú távú útfejlesztési program, amivel egyébként Valasa képviselőtársammal régóta egyetértünk, megindult a beszerzése, az úgynevezett SZÁMP, ez a Szombathely rövid, illetve hosszú távú közlekedési koncepciójának a beszerzésére európai uniós forrásból. Mi ezt többször mondtuk tavaly évben is, hogy el kell ezt indítani, és el is szeretnénk indítani. Lehetőség szerint nem a város költségvetését terhelve ezzel, és erre tovább uniós forrást tudtunk szerezni. Ez nagyságrendileg 80-90 millió forint, ez egyébként ilyen 30-50 évre kitekintően ténylegesen meghatározza a városi közlekedést. Való igaz egyébként, vannak bizonyos időszakok, amikor a közlekedés élhetetlen Szombathelyen, de hát ezt tudjuk be annak is, hogy a város folyamatosan fejlődik, a lakosság száma független a statisztikai adatoktól folyamatosan nő, az autók száma sem véletlen nő. Látjuk azt, hogy nagyon sokan jönnek a városunkba, belső migráció kapcsán nagyon sokan költöznek ide. Én úgy gondolom, ennek örülni kell, természetesen ez problémákat is hoz magával, amiket meg kell oldani. És való igaz, ezeket a problémákat mi is szeretnénk megoldani. Visszatérve a költségvetésre egy pillanatra azért, hogy mik is a forrásai annak a plusz 500 milliónak, illetve azoknak az egyéb módosítóknak, amik itt bekerültek a kiadási többletek területén. Azért egy-kettőt kihangsúlyoznék, amire azt mondjuk, hogy mi ezt nem tudjuk támogatni. Az egyik ilyen az orvosi ügyelettől elvont 32 millió forint, amire egyébként az OMSZ, aki jelenleg az orvosi ügyeletet ellátja, bejelentette, hogy fel fogja mondani a szerződést. Ez egy olyan kötelező önkormányzati feladat, az orvosi ügyelet ellátása, amit az önkormányzat 15 évvel ezelőtt kiszerződött az országos mentőszolgálatnak, és ezt az országos mentőszolgálat látja el. Tavaly évet 30 millió forint hiányjal zárták, megmondták, hogy így ilyen körülmények között ők tovább nem tudják ezt megtenni, ezért is kérték azt a plusz 32 millió forint többletet, ami a költségvetésbe betervezésre került, aztán most elvonásra. Hát ez való igaz, hogy veszélybe fog kerülni. Erre hadd reagáljuk itt, ha lehet. Veszélybe fog kerülni egy pillanat a lakosságnak az orvosi ügyeleti ellátása. Csak azért, mert ugye volt az OMSZ-al egy megállapodás, annak idején szó nem volt arról, hogy mi az országos OMSZ-nak utalunk, és majd fölülről irányítják a szombathelyi házi orvosi ügyeleti rendszert. Ennek volt valamikor egy összege, az 21 néhány millió forint volt, és már akkor egyébként, hogyha a hivatal, tehát ha az egész történet saját fenntartásban működne, mint ahogy régen volt, csak megjegyzem egyébként, a kistérség is képes volt magának megszervezni egyébként az orvosügyeleti ellátást, akkor a mi legjobb tudásunk és kimutatásaink szerint ezt 34 millió forintnál kevesebből csinálnánk meg. A tavalyi évben ez nekünk 34 millió forint, tavaly ott 31 néhány millióba került, tavaly is 34 millió volt tervezve. Teljesen értetetlen, hogy a 34 millió forintból hogy lett 66 millió forint. Senki nem tudja megmondani, semmilyen tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy a 34 millió forintból hogy lett 66 millió forint, majd az OMSZ-al iratnak egy levelet,
hogy amennyiben nem kapják meg a 32-t, felmondják a házi orvosi ügyeleti rendszert. Hála Istennek, mondják fel a házi orvosi ügyeleti rendszert nyugodtan, 3 hónap a felmondási idő, 3 hónap alatt tökéletesen meg lehet szervezni úgy a házi orvosi ügyeleti rendszert szombathelyi fenntartásban, az egészségügyi GAMESZ fenntartásában, mint ahogy régen is volt, hogy még szerintem a házi orvosoknak magasabb díjazást is lehet adni az ügyeleti tevékenységért, mint eddig. Ezt a vitát nem úgy kell lefolytatni, hogyha nem azért van elvonva a 32 millió, mert az oda kell, és nem akarja odaadni valaki, hanem azért, mert oda nem kell, nincs szükség erre a pénzre, egész más oka van annak, hogy valaki 32 millió forinttal többet akar adni. Tehát tulajdonképpen a költségvetésben vannak ilyen tételek, egyébként polgármesternek meg lett volna a lehetősége arra, hogy amikor meghallotta ezt a sort, ezt a tételt, akkor feláll a közgyűlésbe és megindokolja, hiszen ahhoz egyébként megért, gondolom, hogy a mentőszolgálatnál mi van, és miért került valami egy év alatt duplájába, mint korábban. Tehát én azt gondolom, hogy ezt úgy nem lehet megtenni egy költségvetésben, hogy úgy emelem duplájára valaminek az ellenértékét, hogy nincs egy szó, egy sor indokolás a költségvetésben arról, hogy 34 helyett miért kerül a következő évben 66 millióba. És ha az OMSZ megcsinált 32 millió hiányt, akkor tessék leírni, hogy a hiánynak mi az oka, milyen tevékenységből származott, mert amikor az ügyeleti díjakat megemeltük, ugye az orvosok számára, mert nem akarták ellátni az ügyeletet, már házi orvosok annyi pénzre, amit kaptak, akkor megemeltük egyébként az OMSZ-nak fizetett összeget is. Ha meg egyébként bármilyen hiány volt évközben, akkor miért nem évközben jelezték a hiányokat? Miért évvégén derül ki, hogy dupla annyiba kerül egy ellátás, vagy egy tevékenység részükről, mint amennyi? Hogyha ezt be tudják bizonyítani, hogy dupla annyi, mi pedig megvizsgáljuk, hogy saját feladat ellátásban ez mennyibe kerül, és a saját feladat ellátásban is 66 millióba kerülne, akkor el lehet dönteni, hogy az OMSZ-nak adjunk 32 milliót, vagy pedig saját feladatellátásban csinálnánk. Én egyébként annak a híve vagyok, hogy amit meg tudunk csinálni, azt csináljuk meg, hiszen akkor mi irányítjuk az egész történetet, mi akarunk egy minőséget megkövetelni, és mi tudunk egy minőséget megkövetelni. Mikor kötünk egy kiszervezett, hosszú távú megállapodást, akkor amilyen szerződést megkötöttünk, annak megfelelő minőséget tudunk csak követelni, és ha többet szeretnénk, mindig többe kerül. Ez kicsit olyan a történet, és azért nem értem, még egy Szavária fórumnál teljesen jogosan mondjuk fel volt háborodva, vagy fel voltunk háborodva, vagy kiszervezték 10 évre. Az OMSZ, az ügyeleti ellátás kiszervezése az nem okoz ilyen felháborodást egyébként ugyanazok részéről, akik felháborodtak a Szavária fórumon. Tehát én nem értettem egyet a Szavária fórum kiszervezésével, nem értek egyet az ügyeleti ellátásnak az OMSZ-ba történő kiszervezésével. Ez a polgármester úr személyes kívánsága volt a polgármesteri történt megválasztása után, hiszen onnan jött és próbált segíteni a mentőszolgálatnak, és ezen keresztül egy burkolt többlet támogatást adtunk egyébként a mentőszolgálatnak, ami önmagában nem baj szerintem, mert a mentőszolgálat van annyira fontos egyébként, hogy kapjon többlet támogatásokat a várostól, csak ez a módszer, hogy valami 34-be került és hirtelen duplájába kerül, majd írok egy levelet, hogy egyébként megszüntetem a szolgáltatást, ha nem kapom meg a 32-t, szerintem ez nem egy korrekt eljárás, ez visszaélés. Egy mondat erejéig, akkor Illés Károly. Köszönöm, ha visszakapom a szót. Tehát ugye ez 2003-ban került kiszervezésre az Országos Mentőszolgálatnak, tehát nem... Amikor átadtuk az új mentőállomást azt követően, ugyanannyit fizettünk akkor az OMSZ-nak, mint amennyi nekünk került, ez 18 millió körüli pénz. Én ezt szakmailag nem tudom megindokolni egyébként, ezt a valószínűleg az Országos Mentőszolgálat, aki szakma is, én nem hasonlítanám egyébként egy privát céghez, vagy egy privát alapítványhoz. Bocsánat, csak egy mondat. Országos Mentőszolgálat, tehát általában a házorvosi ügyeletek a megyei jogú városokban, meg mindenhol saját fenntartásban vannak. Nagyon speciálisan és kevés helyen van, talán egy helyen van még rajtunk kívül, az OMSZ feladatkörét, az OMSZ-hoz kiszervezve ez a történet, nem véletlenül tartja mindenki saját hatáskörben ezt a tevékenységet. De pont annyit kaptak, mint amennyi nekünk akkoriba kerül. Aztán utána kell folyamatosan hirtelen reagáljon. Köszönöm szépen, hogy visszakaptam a szót. Az orvos ügyeletnek az ellátáson a forrás került elvonásra, hogy itt az előbb ezt kifejtettük. A másik, amivel nem tudunk egyetérteni, az óvodáktól történt forrás elvonás. Itt 2 óvodafejlesztés kapcsán 250 millió, összesen 100 millió forint került megvonásra. Mi a jövőben gondolkodunk, ahogy a kormány is, tehát én úgy gondolom, hogy azzal a család támogatási programmal várhatóan egyébként a gyermekek száma növekedni fog, és már most is igény jelentkezik ugye bizonyos óvodáknál csoportszoba bővítésre.
Hát itt most az egyiknél az ottani igényeket, hát ugye nem kielégítve, forrás megvonásra került sor, de mondanám itt az egyetemet is, annan szintén 230 millió forint került elvonásra, ebből az egyik 30 millió forint annak a 2002 és 2010 közt lezüllesztett pedagógus képzéshez kapcsolódó támogatás, amit szeretnénk mi visszahozni arra szintre, ami korábban volt. Ez az egyetemmel egyeztetetten történt meg, hogy a pedagógus képzést vissza tudjuk emelni, azért ne felejtsük el, hogy 6000 fő fölötti egyetemünk volt nekünk annak idején, aztán a Soproni Egyetemmel történt fúzió kapcsán az a létszám lement 1600 főre. Szeretnénk, ha ez visszajönne, ha nem is a 6000-es, de azért több ezres létszámhoz, ami megint a város fejlődését szolgálna, ha egy ilyen egyetemi élet lenne. De ha még a költségvetésnél Két tételt... Jó lenne, ha a polgármester úr meghívná az egyetem képviselőjét a következő költségvetési vitára, mert az igazi probléma, hogy úgy fizetünk ki pénzeket, hogy nem kapunk érte semmit. Nagyon érdekelne a mesterképzéssel kapcsolatos elképzelése, tehát hogy mire költik ezt a pénzt, mert attól tartok, hogy elveszik az ELTE nagy süllyesztőjébe, és itt nem fog maradni semmi. Tehát meg kellene fogalmazni pontosan azokat a kritériumokat, és ha kell, én többet is hajlandó vagyok megszavazni, ha itt olyan képzési struktúra alakul ki, ami garantálja a hallgatói létszám növekedést. Az jelenleg éppen az ellenkezőre látok én adatokat. Hát amióta csatlakoztunk az ELTE-hez, a létszám folyamatosan nő. Egyébként az ELTE rektorával, illetve a teljes menedzsmentjével folyamatosan egyeztett polgármester úr is. És egyébként a közgyűlés. Föl is vázolták ezt a hosszútávú koncepciót. De egyébként én is így gondolom, hogy ez egy tévébeszélgetést megér az egyetem rektor helyettesével. Még hadd fejezzem be, mert sosem sikerül mindig valamelyik képviselőt vág. Amit kifejezetten hát támogatni... Ez a beszélgetés és a vita lényege, jobb, ha megszokja a polgármester. Azt hittem, hogy irányítják ezt a műsort. Nem, hát az élet irányítja. Az élet irányítja, igen. Jó. Még egy dolog, amit viszont mindenképp támogatunk itt a költségvetés módosítások során, ez például a Caritasnak nyújtott többlettámogatás itt a Hásfaház kapcsán. Mi ezt éveken keresztül ugyanígy szorgalmaztuk egyébként, de nekünk sajnos nem volt meg a 11 szavazatunk hozzá, hogy ez bekerüljön. Úgyhogy én gratulálok az ellenzéknek, hogy ezt most sikerült megoldani, mi is szerettük volna. Azt hiszem, hogy a költségvetés el fogja vinni a mai műsort, úgyhogy én annyi azt mondom, hogy... Annyit csak ez, hogy én ezért majd... Ebből látszik, hogy tényleg ez egy fontos kérdés. Azt, hogy egyébként a költségvetés elfogadása után szerintem egy órás műsorban folytassuk ezt a vitát. Ugyanis ugye van egy állítás, ugye az akkor ér valamit, hogyha arra van egy reakció lehetőség. Ugye ebben a műsorban nincs lehetőség, most 5 percben ki tudnám fejteni, hogy miért problémás az, amit a polgármester társa mondott. Az óvodáktól senki nem von el pénzt olyan értelemben, ahogy ő állítja, hanem 50 millió forintért egy adott körzetben akartak egy csoportszobát fejleszteni. Oké, hogy annak vannak járulékos költségei, tehát nem csak csoportszoba fejlesztés történik, de miközben az aréna óvodának a felújítása remélhetőleg meg fog történni, ugye több éves csúszással, az aréna óvodában 230 férőhely van jelenleg, és a Petőfi Sándor utcai óvodában meg 170-en járnak. Folyamatosan csökken a létszám. Tehát amikor visszaköltöznek az aréna óvodába, ugye akkor elvileg, ha most költöznének vissza, akkor 170-en lennének a 230 helyen. Az azt jelenti, hogy van 3 üres csoportszoba. Vagy legalább 2 üres csoportszoba van. Tehát ez nem működik, hogyha egy városban van 5000, vagy fiktív számokat mondok. Tehát egy városban van 5000 óvodás, és van 6000 férőhely, akkor hogyha valamely körzetben nő a fiatalok száma, és vannak gyerekek, és óvodát szeretnének ott, akkor nem rakok le minden lakóparkba 3 új óvodát, miközben a belvárosi óvodák meg kiürülnek. Akkor el kell dönteni, hogyha az óvodás körülhelyek száma több, mint amennyi óvodáskorú gyerek van, akkor nem új óvodai csoportszobákat kell létrehozni, hanem a meglévőket kell jobban hasznosítani. Ugyanezt a hibát követték el. Egyébként is nagy vitáim voltak az oktatásban. Ugye az oktatás most nem tartozik hozzánk, de régen mindig ez volt a legnagyobb probléma, hogy pont az oktatás a legegyszerűbben tervezhető történet infrastruktúra szempontjából, mindenki tudja, hogy 6 év múlva hány gyerek megy iskolába. És mennyi férőhely kell az általános iskolákban. Ha jelenleg mondjuk 30%-kal több férőhely van, mint amennyi 6 év múlva lesz gyerek, akkor nyilván kéne valamit tenni az infrastruktúrával kapcsolatban, mert üres osztálytermek vagy 10-15 fős osztályok lesznek. Ugye ezek nehéz politikai döntések, mert hozzá kell nyúlni egy nagyon érzékeny területen az infrastruktúrához. Az óvoda az ugyanilyen, de azt mondani, hogy most akkor ilyen alapon a második János Pál pápa, tehát a Homokoti lakóparkban óvodát kéne építeni, a Minervában óvodát kéne építeni, és mind a óvodát kéne építeni, ahol sok fiatal van, miközben
miközben azokon a területeken, ahol vannak óvodáink, ott meg üres épületek lennének. Én azt gondolom, nem egy hatékony gazdálkodás az erőforrásokkal. És a másik ilyen, ami volt ugye az egyetemnél, ugye azt a polgármester nem mondta el, hogy tavaly mondjuk 170 milliót érte el az egyetem támogatása. A polgármester urától benyújtottban 250 millió szerepel, amit mi mondtunk egyelőre, az 200 millió, és a 60 millió nem elvonásra kerül, hanem egy hosszabb távú megállapodás eredményeként legyenek az egyetemnek is vállalásai. Tehát egyébként van egy közel 20%-os növekedés a támogatásban a tavalyhoz képest, meg még van igénye az egyetemnek a növekedésre, de ahhoz le kellene rakni egy vállalást a következő 3 évre, voltak is tárgyalások róla, csak polgármester úr nem hozta be a hosszú távú megállapodást. Mi azt mondjuk, hogy július 1-től lehet beszélni újabb támogatásról az egyetem kapcsán, adokra a területekre, amelyeket, ahova ők kérik, de akkor ők is fogalmazzák meg, hogy milyen célokat fogalmaznak meg. Akár például kössük a jövőben a támogatást ahhoz, hogyha 10%-kal nő az beiskolázott hallgatók száma az egyetemen, vagy a hallgatók száma az egyetemen, akkor kapjon akár többlettámogatást az egyetem. De ha csökken a hallgatók száma, akkor miért támogatnánk sokkal nagyobb mértékben, mint korábban? Akkor át kell gondolni, hogy hogyan lehet ezen közösen változtatni, és azt kell megnézni, hogy jól költik el a várostól kapott forrásokat. Csak röviden annyit reagálnék, hogy az egyik 50 millió forintos forrásávonás pont az említett Alinavodától történt. Az Alinavodától nincs elvonva az 50 millió, hanem az 50 milliós eszközbeszerzés, az 50 millió az eszközbeszerzésre csak van. Csak ez nem eszköz. Én azt gondolom, hogy ezt a költségvetési témát amit nem támogatott nagyon az kevés idő maradt, ezt szerintem engedjük el. És ez tényleg lehetséges, hogy megér egy külön műsort. Egy dolgot mindenképpen szeretnék, hogyha ha ide kerülne még, hiszen azt gondolom, hogy Szombathely város egy sportszerető város, és ugye a haladás is napirendre került a közgyűlésen. Levételre került pontosan. Igen. Megér egy misét szintén. Ez egy külön műsort javasolnék. Erre is. Hát azért próbáljunk meg egy pár gondolattal erre mégiscsak reagálni. Röviden azt mondanám hiszem, akkor, hogy mi volt a szándék. Ugye volt egy előterjesztés, ami a haladás futball Kft-vel kapcsolatos döntésekről szólt volna. Itt frakciónk szándéka az lett volna, hogy a haladás, én személyesen többször leültem frakció vezető társammal együtt a haladás szurkolói csoportokkal egyeztetni, ahol konszenzus volt abban, hogy felajánlottuk, hogy jobban lálásonak a csapat működésére, hogy a futball Kft-ben mind tulajdonrészt, mind pedig felügyelőbizottsági helyet tudnánk biztosítani. Ez egy felajánlás lett volna a gesztusértékkel a város részéről. Természetesen ennek meg sok mögöttes tárgyalásra szükség lett volna, és kellett volna egyébként a Futball Kft. Többi tulajdonosának beleegyezése is. Ez a város részéről történt volna ez a felajánlás. Ez természetesen a szocialista koalíció együttműködve most a két kiegészült támogatójukkal levett a napirendről, tehát nem tudott napirendre kerülni ezen támogatás. Így van. Mondattal ezt. Mert a szocialista irányítás idején bronzérmes volt a haladás, most meg ki fog esni. Ez a nagy probléma. És akkor sem polgármester úr focizott bennünk semmi. Talán. Nem biztos. Néhány gondolatot hadd mondjak el, mert egyre inkább Illés Károly úr átmegy eléggé demagóg kommunikációba. Akár az óvoda tekintetében én magam visszautasítom azt, hogy bárki az óvodától el akar venni pénzt, és azért hiteltelen ez a kommunikáció, mert 2 éve bezárták az Arena óvodát, és semmi nem történt. Az utakkal kapcsolatban azért hiteltelen a középtávú és hosszú távú koncepció, mert a jelenlegit nem tudjuk tartani, és nem tudunk egy utcát megcsinálni, csak nagyon keveset. A harmadik a haladással kapcsolatban pedig elhamarkodott és elsietett. Az én javaslatom az volt, és ezt most is tartom, várjuk meg a bajnokság végét. Nagyjából nem sok idő van hátra, nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak, és tegyük tisztába a gyereket. Nekem ez a véleményem, nem hiszem, hogy most kellene a bajnokság közben ilyen döntéseket hozni, nem változtat semmit, az a pályán fog eldőlni. Ha vége a bajnokságnak, tiszta feje, nyugodtan a szurkolókkal együtt le lehet ülni, és át lehet beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak. Az, hogy most bedobjunk politikai kommunikációt, és népszerűsítsük saját magunkat, mert esetleg most nehéz helyzetben vagyunk, hát ez minden csak nem hiteles politizálás. A jogi helyzet kapcsán ehhez, tehát ezzel tényleg az a baj, hogy nem is arra akarok beszélni, hogy jó vagy nem jó, hanem ez olyan szinten előkészítetlen, ami felveti a gondatlanság fogalmát. Ugyanis elhangzott, hogy a többi tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Egyik tulajdonos nem lett megkérdezve, hogy kíván-e élni.
Kettő, ahhoz, hogy én el tudjam adni a tulajdon részemet, az le kell mondani az összes többi tulajdonosnak az elővásárlási jogáról, valamint a taggyűlésen, ahol ők vannak többségben, meg kell szavazniuk, hogy eladhassam annak, akinek akarom. Tehát nem szabadon adom el annak, akinek akarom, arról nem is beszélve, hogy milyen alapon döntöm el, hogy mondjuk ezt névértéken akarom eladni. Mi ennek az üzletésznek az értéke? Anélkül, hogy nincsen egy értékbecslés, meg se tehetem. Az a jogi személy meg nem létezik, akinek el akarom adni. Tehát én felhívtam egyébként a tulajdonosokat, és azt mondták, hogy ők nem tudnak arról, hogy a város, nem kereste őket a város abban az ügyben, hogy szeretne tulajdonrészt eladni. Tehát ez egy, én azt gondolom, hogy a tulajdonos társak, ha mi el akarunk adni egy üzletrészt bárkinek, az önkormányzati részből, ja, arról nem is beszélve, hogy fel kéne osztani, ugye meg kéne osztani az önkormányzati tulajdonrészt még, de ha el akarunk adni bárkinek tulajdonrészt, akkor ott kezdődik, hogy itt kéne lenni az összes többi tulajdonosnak a lemondó nyilatkozatának. Mert úgy meghozni egy közgyűlési döntést, és odavinni a közgyűlésre, hogy ott szavazzanak róla és leszavazzák, az meg szerintem tiszta ciki a városnak, hogy egyébként a többi tulajdonostárs az nem vette figyelembe a város döntését. Tehát én nem tudom, hogy ebben mi volt a szándék, vagy mi a jó ebbe, de hogy ez jogi szempontból ez egy totál előkészítetlen történet. És még egy mondatot engedjenek meg, én kértem a hivatalt. A focihoz hadd fűzzek hozzá. Egy mondat csak, én kértem a hivatalattól, aztán én zárom és többet nem kívánok hozzászólni. Kértem a hivatalattól, hogy készítsenek számomra egy kimutatást. Ugye itt, ha elhangzott az időhúzás, nem időhúzás a közgyűlés kapcsán, hogy kihúzza az időt, hogy ki hány percet beszélt, az összes képviselőre részletes kimutatást kérek, hogy, és kértem, hogy ki hány percet beszélt, és akkor megnézhetjük, hogy kihúzta az időt. A focihoz egy nagyon... Tehát a focit a pénz irányítja, ezt úgy rögzíthetjük. A pénz egy részét a város fizeti a létesítmények fenntartására. Itt nem az üzletrész aránya dönt a szavazati jogokba, hanem a támogatás mértéke. Tehát az teljesen különböző, ami a működtetésbe beforgatott pénz jelenti, hogy kihozod a pénzt. Három, a játékos jogokkal kapcsolatos jogi rendszer. Amíg ezeket nem tettük tisztába, addig az van, hogy az önkormányzat vállalja a terheket, az intézmény, a létesítmény fenntartása minden terén. Aztán, hogyha ebben a létesítményben kinevelődnek a jó játékosok, akkor azoknak a további értékesítését meg ismeretlen személyek berakják a zsebükbe. Tehát ez így nem megy sokáig, és hiába vesz meg a szurkolói csapat 1%-ot, nem fog vele menni semmire, mert nem fog betenni a működésbe egy büdös fillért se, nem fogja a reklám bevételeket hajszolni, amitől működik egy első osztályú csapat. Tehát itt az anyagi alapok tekintetében ilyen szemérmes, szemellenzős beszélgetéseket folytatunk, aztán közben meg azt várjuk, hogy a haladás szárnyaljon. Hol vannak azok a pénzek, amik a játékos értékesítésből befolynak? Egy fillért. Én itt vagyok 30 éve a haladás támogatója, mint a közgyűlés, és ilyenről nem hallottam. Pedig most hallom, hogy a Fradi megvett volt haladás játékos. Itt vesznek meg, ott vesznek meg. Hova kerülnek ezek a pénzek? Mi meg itten tépjük egymást a létesítmény fenntartásáért, meg hogy most kapjon-e 1%-ot a szurkolói kör. Nem erről szól ez a történet, a mögöttes pénzek elosztásáról szól ez, amiben nem szívesen hagyom áldozatot vállalni az én saját önkormányzatomat. Na, mi pont ezért szerettük volna, hogyha a szurkolók nagyobb rálátással bírnak a csapatukra. Ezt szerettük volna elérni ezzel az előterjesztéssel, nem pedig egyébként az anyagi problémáit megoldani a csapatnak. Balassa Péternek, Illés Károlynak, Ikovics Györgynek és Molnár Miklósnak köszönöm szépen. Az idő lejárt, túl is csúsztunk. Nem tudom, hogy leszek-e még ebben a helyzetben, de ha igen, akkor lehet, hogy jobban kell koordinálnom. Viszontlátásra, jó éjszakát mindannyiuknak. Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.